Szevasztok, máma itt bent vagyok. Egész éjszaka szakadt az eső, vihar volt. Hát, megint megúsztam, nem volt jég, legalábbis itt nem. A feleségem az Bécsbe volt, az reggel hívott, hogy ott náluk az utcából a lakás van, ott szinte minden fát kidöntött a vihar, úgyhogy jó fajta volt. Na, mindegy, nézzétek csak. Máma, amit leszettem az utolsó napokban, uborkát, és nem tudtam vele mit kezdeni. Tudjátok, a 7 kg 60 dekát az üvegházból, ami leszakadt, meg kint is szedtem fel, és már annyi volt, hogy nem tudtam mit kezdjek. Ezt feldaraboltam. Köszönöm a tippet, szóval ez csak fel van darabolva, és így fogom lefagyasztani télire. Ja, azt hiszem a Karcsi papa adta ezt a tippet, hogy ezt csináljam vele. Ez az egyik dolog. És ha már az uborkának összevaktaltam meg minden, akkor kiszedtem a magját is. Ezt mindjárt mutatom, mi történik vele. Ezt vízbe rakom, kb. 2-3 napig. Itt lesz benne a vízbe a mag. Mert ezen a magon, hogyha kiszedik a uborkából, akkor érzitek, hogy ilyen mit tudom, ilyen ragadós massza van rajta a magon. És ez a massza azért van rajta a magon, hogy megakadályozza abba, hogy a gyümölcs és hát az uborkába bent a magok elkezdjenek kicsírázni. És ez valamilyen gátló anyag. Ez szinte mindenben benne van. Szóval minden magnál általában ez így megvan. És hát a paradicsomnál ugyanúgy ez megvan, és ugyanúgy kell csinálni. 2-3 napra beáztatni, utána amikor kiveszed a magot pár nap után, akkor így érzed, hogy ez elment. Szóval ez, most tudom, megerjed, vagy mi lesz vele. És akkor lejön a magról ez a trutyi. És így tudod utána szárítani, és jövőre felhasználni. Szóval, na szóval. Hát kijöttem, szétnéztem, hogy a vihar nem-e döntött össze valamit. Semmi. Semmi kárt nem csinált. Már megint megúsztam. Azért nem furcsa ez? Nekem azt mondhat bárki bármit, hogy nincs nincs melegedés, meg semmi nem történik globális felmelegítés, meg ilyesmi nincs. Valami van. Ha nem az, akkor van valami más. Hát ne bassza már meg, hát most már biztos, hogy egy hónapja minden este vihar van. Tényleg közel vagyok az 50-hez, de én ilyet életemben még nem értem meg, hogy minden este vihar van. Tegnap egész éjszaka tombolt. Ma reggel felébredtem, még a tetők nem voltak megszáradva, de már kezdett újra villámlott, dörgött és szakadt az eső. Utána meg hetekig nem esik, úgy nem esik, hogy most nézzétek meg, most szakadt az eső, szinte majdnem, hogy 24 órán keresztül, és itt mellettünk a kis, hát minek nevezzem ezt, pataknak? Hát elég pici patak. Na, ebben nincs víz. És ez föntről a hegyről jön lefele, és nincs benne víz. Máshol, meg Kentembe, meg nem is tudom hol volt, itt a másik megyékbe, ott meg annyi víz esett, hogy egész utakat sodort el egy ekkora kis patak. Kiöntött és alámosta az utakat. Szóval teljesen katasztrófa az egész. Ez egész nyár csak erre épül, meg egyfolytában jön a jég. Szinte egyfolytában. Tegnap is esett, de jó, hát környöm, vagy ilyen tényleg nagyon picik, ilyen borsónyiak. De, hogyha ez nem borsónyi lenne, hanem nagyobb, hát nekünk már nem lenne egy tetőnk. És mi is megjavítanánk már a következő törni össze. Szóval, valami irgalmatlan időjárás. Nagyon.
lehet, hogy hát lesz egy kis, egy picike kis változása a csatornámon. Egy fiatal magyar srác dolgozik rajta, hogy egy az én képzeletemet, amit én nem bírok megvalósítani, mert nem vagyok ez a programozó, kompjúteres. Hát én öreg vagyok már. Ő csinál nekem most egy ilyen intrót, vagy hogy hívják ott. Hát remélem, hogy úgy összejön, ahogy én elképzeltem. Na majd meglátjuk. Akkor lesznek ilyen érdekességek. Már említettem, hogy októberben csinálunk, az első ilyen biokertes találkozó lesz. Ez lesz az első. És hát ott, amit szeretnék csinálni, remélem időjárás meg fogja engedni, jó idő lesz. Most Olaszországról beszélünk ám. Na ott egy ilyen bioszőlészethez akarok elmenni. Kíváncsi vagyok nagy üzembe, hogy oldják meg a szőlőtermesztést, mert azért a szőlő az csak egy olyan dolog, amit állandóan nagyon sokat permeteznek, és kíváncsi vagyok rá, hogy mégis nagy üzembe egy biokertészet hogy oldja ezt meg. Akkor van már ígéret arra, hogy megyünk, hogy hívják, szelídkesztenyét szüretelni géppel. Az biztos érdekes lesz, annak már esztrába is örülök. Hát ez nem egy filmben lesz benne, hanem ez mindegyik egyenként egy filmet fogok csinálni. Szóval szeretnék ott még egy másik biogazdához elmenni, hogyha találunk egyet, aki megengedi, hogy filmezzek nála. Meg szóval érdekességeket. Lehet, hogy lesz még szerencsénk is, és még farkasokat is le tudok filmezni, majd meglátjuk. Most vettem egy kamerát, tegnap. Egy Sony, mit tudom én, micsodát, szóval egy komolyabb kamerát, komolyabb, mint ez a picit. És az is HD minőségben, mert azért a minőségtől nem fogok most már leszokni, hogy rosszabbat csináljak. És egy olyat, ami zoomol. Szóval 50-szeres, azt hiszem 50 vagy 64-szeres zoomja van. Szóval ráközelítés. Szóval egy profi kamera. Aminek most jönnek meg majd a darabjé. Vettem állványt is hozzá, meg szóval pár dolgot. És akkor jobban fog kinézni az is, hogyha elmegyek itt például a hegyekbe valahová kirándulni. Meg akkor csinálok avval a kamerával itt egy új bemutatót a kertről. Biztos jobb lesz. Na szóval, ennyi most így egyenlőre. A hasam az még mindig baszkódik. Sajnos még mindig nem tudok elkezdeni rendesen dolgozni semmit. Már nem fáj annyira, de érzem, hogy nem. A várok arra, hogy megjöjjön ez a szígy is, amit megrendeltünk. Annak is meg kéne jönni ezen a héten. Mert ott látjátok azt a lila virágot a patak tartjon. Azt le kell kaszálnom, de az egészet még azelőtt, hogy lemagzódna. Nem tudom, hogy hívják azt, de valami nagyon, nagyon egy átkos egy valami. Azt le kell kaszálnom. Na jó van. Akkor még mik vannak? Na jó, majd meglátjuk még mik lesznek. Egyenlőre ennyi. Ja igen, még a magoknál a begyűjtést, amit az elején a filmnek mutattam. Hogyha magokat gyűjtötök be, vigyázzatok arra mindig, hogy inkább legyen az a növény túlérett, például a paradicsomnál is, akkor szedjétek le, mikor már túlérett, vagy magától szinte leesik, meg a uborkánál is. Inkább legyen
sárgamán tök túlérett, mint éretlen. Mert ha éretlen szedtek le, és az, annak az éretlennek a magját szeditek, abból nem lesz növény újra. Szóval meg kell várnotok, hogy tényleg érett legyen. Ezért mondom, inkább túlérett, mint éretlen. Na. Ezt a lemag, vagy a mosását a magnak, ezt nem kell csak azoknak, akinek tényleg ilyen glibdzsis, ilyen ragadós magja van. Paprikánál természetesen nincs ilyen. Na jó van. Ennyi volt. Nem lett egy hosszú videó, hát de mit csináljak itt? Na jó van, szevasztok. Köszönöm megint, hogy itt voltatok. Sikerült a képre most végre a Facebookot oda ragasztani, hogy csak rá kell nyomnatok, és akkor már mentek is be a Facebook oldalra, ami van. Tehát ott sincs sokkal több minden, csak vannak olyan emberek, akik nincsenek a videót nem nézik, vagy nincsenek feliratkozva, vagy mit, remélem mi. Szóval ott jobban fel tudtok rakni kérdést, meg ilyesmit nekem is, meg akik bent vannak ebben a csoportban. Szóval ennyi volt. Köszönöm szépen, szevasztok!